A két előadásban mind a, az adatok, mind a következmények arra mutatnak, hogy az ember felelőssége óriási. Részben az okozott kárért, részben pedig a tekintetben, hogy, hogy akarunk-e valamiben módosítani vagy változtatni. Én csak nagyon röviden arra szeretnék utalni, hogy éppen tíz évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadott egy körlevelet, ami épp a teremtett világ védelmével kapcsolatban fogalmaz meg állításokat, és ezek közül néhányat szeretnék csak fölemlíteni, néhányat át is fogok ugrani, hiszen vagy erről most hallottunk, vagy talán egy másik alkalmat kellene ennek szentelni, de azokat, amelyek a mi emberi felelősségünkről, szólnak, ezeket szeretném bemutatni, és azokról a lehetőségekről, kifogásokról, amelyeket általában vagy látunk, vagy szoktunk felhozni ezzel kapcsolatban. Így láttuk már bőséggel ezeket a nehézségeket, milyen nehézségeket tapasztalunk, és azt is, hogy sok esetben az ember az okozója ezeknek, és éppen csak az ember képes változtatni rajta döntő többségben. Az ember az most én vagyok. Nem általában az emberiség, mert, mert általában az egyes ember tud cselekedni, nyilván van közösségi cselekvés is, de itt most magunkra próbáljunk figyelni. Az ember az okozója, az ember a szenvedője ezeknek a jelenségeknek, és mint ahogy el is hangzott egy gondolattal, amikor a teremtett világ védelméről beszélünk, valójában az ember védelméről beszélünk. pedig arról az emberről, akinek jövője van, abszolút jövője van, akit az Isten megteremt, akinek az Isten végtelen jövőt akar adni. Így tehát ez a néhány gondolat az alapvetően az ember védelmében került megfogalmazásra. És már az előzőekből is látszott és kiderült, hogy az a változás, aminek részesei vagyunk, az valójában az ember cselekvése okán jön létre, és szükséges egyfajta megtérés, egyfajta evangéliumi radikalitás azzal kapcsolatban, ha ezt a folyamatot fékezni vagy megfordítani szeretnénk. Ez egészen bizonyos, hogy nem fog másként menni. Nem lehet elvárni pusztán politikai vagy egyéb döntésektől, ezektől is, ezeket is kell nyilvánvalóan befolyásolni, ezért is kell küzdeni, de egészen bizonyos, hogy az én személyes megtérésemről van szó, ha valami jövőt szeretnék elérni, vagy, vagy remélni. Ez a dokumentum, amit a Püspöki Konferencia kiadott, abból indult ki, hogy a teremtett világnak többféle Érték megítélése mutatkozik. Az első, amikor látjuk egyfajta eszközértékét, annak érdekében, hogy én boldogan tudjak élni, annak érdekében, hogy céljaimat el tudjam érni. Önmagában is van egy értéke egy tárgynak, egy látványnak, egy csodálatos, szép benyomásnak. Van szimbolikus értéke is a teremtett világnak, és természetesen mi nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy van egy beteljesülés értéke, ami felé haladunk, amit szeretnénk látni, amit szeretnénk megélni, és nyilvánvalóan hogy ez az üdvösségben, illetve a megváltásban is megmutatkozik. Ezekről volt szó, nem szeretnék többet elidőzni, és sokkal inkább az egyház feladatára, egyház küldetésére szeretnék utalni, erről is hallottunk néhány gondolatot éppen Ferenc pápának a, az enciklikájával kapcsolatban, de valóban én is megerősítem, ugyanígy 16. Benedek pápa és második János pápa, amikor az em Krisztusi emberképről beszélt, Krisztusi emberről beszélt, akkor valójában ezt a gondolatot is megfogalmazta. Ez a négy kiadvány az, ami a, a püspöki konferenciának a kiadványa volt, a legelső, felelősségünk a teremtett világért címet viseli, a másik három pedig olyan kötet, az első a kék színű kötet, segédanyag a környezeti neveléshez, pedagógusok számára készült ez el, a második az pedig egy lelkipászoroknak, közösségvezetőknek készült kis kötet, ahol a közösségi élet, a mindennapi élet, vagy a fiatalokkal a foglalkozáshoz ad segítséget, ötleteket, lehetőségeket, és egy tanulmánygyűjtemény, olyan gyűjtemény, ahol nem elsődleges tudományos cikkeket gyűjtöttünk össze, hanem olyan, olyan cikkeket, írásokat, amelyek ezeket a tudományos kutatási eredményeket érthet, közérthetőbbé teszik, és a minden mindennapi élet számára ismert elfogadhatóbbá tudják tenni. Ennek a négy kiadványnak csak az a nehézsége, hogy tíz évvel ezelőtt jelentek meg, vagyis hogy mindenképpen szükséges folytatni ezt a tevékenységet, mint ahogyan egyébként, hál' Istennek erre vonatkozóan, van is, van is próbálkozás. Mindenképpen szükségesnek gondoljuk a Teremtő Isten arculatát hangsúlyozni a, a világban nem is megyek bele a részletekbe, az életajándékának a hangsúlyozása. Aztán egyfajta globális víziót szükséges magunk előtt látni, például ilyen térképeket, amelyek változnak akár a vízzel, az energiafogyasztással, vagy éppen a kibocsátással kapcsolatban. Vagyis mindaz, amit én teszek itt, nem mondhatom, hogy de mit számít ez az egészhez, mert számít. Tehát szükséges egyfajta globális vízió, de szükséges az is, hogy hogy a cselekvésünk abszolút szolidális legyen, és ettől vezetteve ö, alakítsuk ki a cselekvési modelljeinket, és természetesen szükség van egyfajta gondozásra. Lehet, hogy ez a kép olyan gondozás mutat, ami rengeteg energiát kíván, tehát nem biztos, hogy hogy a legjobb kép, de arra vonatkozom mégiscsak, hogy hogy egyfajta gondoskodás, vagy, vagy előre gondol gondolás megjelenik ebben a, az ábrában is. És nyilvánvalóan a felmerül kérdések azok, amelyek bennünket érintenek, hogy vajon a mi feladatunk ez? Nem éppen a kormányoknak, gazdasági szervezeteknek, ensz bárminek a, a, feladata? Aztán azt is látjuk, hogy sok esetben a politika, ugye amikor nehéz helyzet van, akkor az egyházra is ró felelősséget, és azt mi ez az egyháznak a dolga, tanítson, oktasson, és így tovább. Van felelősségünk, alól nem szeretnénk kibújni, de nem csak az egyháznak a feladata, egyháznak bőséggel van ezzel, ebben feladata. Például azért, mert hallottuk, most már tudjuk, hogy felelősek vagyunk, tehát ezért is. És mindenképpen azt is lát, vagy az a félelem is megfogalmazódik, hogy egyfajta elvilágosodást okozhat ilyen témákkal való foglalkozás, nem értünk hozzá, túl sok vélemény van, erről is hallottunk, esetleg szakemberek kutatási eredményeit eltérő módon értelmezik, értékelik, és valójában aki a teremtett világ védelmével akar foglalkozni, ez egy ilyen idealista elgondolást képvisel, és nincs mit tenni. Milyen teendőink lehetnek? Itt a 72 óra kompromisszumok nélkül egy csapata látható, akik egy Mohácsi templom takarítására fogtak össze és tették ezt meg. Fiatalokkal is foglalkozva ezek a témák előkerülnek. Mindenképpen egy önkorlátozásról van szó, és ennek a képességnek a növeléséről, ugye erről hallottunk. Én mit tudok tenni abból a listából, és még lehet személyes listákat is összeállítani. Egészen bizonyos egy környezettudatos nevelés, illetve életvitel kialakítása szükséges, és mindenképpen egyfajta közösség építés, és ennek, a tudatosság, ennek tudatosságának a kialakítása. Miért? Azért, mert ha közösségben élünk, cselekszünk, rengeteg eszközt, rengeteg tárgyat közösen tudunk használni. És akkor már is, már is rengeteg spórolást tudunk végezni, anyagiakban is, de természetesen a teremtett világot illetően. Van egy ilyen munkacsoport a, a Lelki Pásztori Intézetén belül működve, amely munkacsoportnak az a feladata, hogy a közösségek számára, a mindennapi cselekvés számára, de az oktatás, a képzés számára is segítséget nyújtson a keresztény közösségekben, hogy legyünk ennek profétái. Ahogy hallottuk, vagy olvastuk, Ferenc pápa üzenetében is, felszólításában is, ez nem egy lehetőség, hanem mindannyiunknak kötelessége.